Böröc Máté képviselőjelöltnek ez már a második utcafóruma volt. Az elsőn a Kadarka utcát érintő ügyeket tárgyalták meg, többek között a vízelvezetés problémáját, valamint a közrend, közbiztonság fokozásának szükségességét. Ezúttal a Bottyánhegy Zöldkert utcában egyeztettek. Itt amik felmerültek gondolatok, többek között utca járda felújítása kapcsolatos témák voltak, újabb parkolóhelyeknek a kialakítása, de szót ejtettünk például egy esetleges kutyafuttató létesítéséről, itt nyilván a helyszín, hogy mindenkinek alkalmas legyen, további vizsgálatra lesz majd érdemes. A jelölt örül annak, hogy a környéken sok gyermekes család él, ezért fontos lenne a játszóterek fejlesztése. A régebbi lakótömbök közötti játszótereket folyamatában felszámolta az önkormányzat, és inkább afelé tendálódunk, hogy nagyobb komplex játszóterületek legyenek kialakítva. Nekem is ez lenne az elképzelésem, az elgondolásom, hogy a jövőben itt ezen a két lakótelepen kettő, esetlegesen három ilyen komplex játszóteret tudjunk létrehozni. Elmondta továbbá, hogy szeretné visszahozni azt a régebben sikeresen futó programot is, amelynek keretein belül a lakóközösségek egyszeri pályázat által virágmagokat, palántákat, valamint kertészeti eszközöket érdemelhetnének ki előkertjeik gondozására.